Veszélybe került az ókori olimpiai játékok helyszíne Görögországban. A tomboló tűzvész már a Peloponészoszi félszigetet is elérte. Harmadik napja küzdenek a bozott tüzekkel a görög tűzoltók. Beszámolóik szerint alig egy nap alatt több mint 100 helyen tört ki erdőtűz a hőség és a viharos szelek miatt. Az Athéntól keletre fekvő Évia szigetén a falvakat evakuálták, szerdán már a Peloponészoszi félszigeten is ki kellett üríteni több települést. Az emberéletek után prioritásunk a történelmünk megmentése, nyilatkozta a helyi polgármester a görög Open TV-nek, utalva a tűzoltók küzdelmére a történelmi kincsek és egyben az ország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságának megóvása érdekében. A félsziget nyugati részén fekvő Olimpia rombárosában időszámításunk előtt 776-tól több mint egy évezreden át rendezték meg 4 évente az olimpiai játékokat. Egész nap harcolni fogunk, hogy minden fronton megfékezzük a tüzet és eloltsuk a lángokat. Nehezített körülmények között kell dolgoznunk, amilyenhez hasonlókkal nem sűrűn találkozunk, de ilyen körülmények között is alkalmazzuk a műveleti tervünket, mondta a polgárvédelmi miniszter. A görög csapatokat Svédországból, Franciaországból és Ciprusról is segítik repülőgépekkel és tűzoltókkal.